A különféle girlfriendekről már számos videót készítettem korábban, aztán szomorúan konstatáltam, hogy ez a téma ennyi volt, mert a girlfriendek elfogytak. Magammal viszont mindig reménykedtem, hogy majd útjára indul az internet legmélyebb, legsötétebb, legeldugottabb bugyraiból egy újabb girlfriend mém, amit aztán átbeszélhetek és kielemezhetek veletek. Hát, a vágyam nem éppen úgy valósult meg, ahogy elterveztem. Lett ugyanis bár megint girlfriend videó alapanyag, de nem egy újfajta jelent meg, hanem a Goat Girlfriend kapott egy újabb, nagy mainstreamből érkező löketet egy Netflixes sorozat kapcsán. A sorozat a Wednesday, ami Wednesday Addams dárkos alaphangulatú kalandjait dolgozza fel. Wednesday, ahogy a családneve is mutatja, az Addams Family tagja, konkrétan Morticia és Gomez Addams lánya, Pugsley nővére. Az Addams Family talán nem kell senkinek sem bemutatni, de azért a teljesség kedvéért röviden megteszem. Az Addams Family egy széles körben ismert filmes franchise, ami egy 1938-as képregényből ered, ami számos filmes adaptációt is megért. Az alaptörténet egyfajta 20. századi gótikus, horrorisztikus arisztokratákról szól, akik egy kísérteties kastélyban élik a nem éppen hétköznapi családi életüket olyan szereplők társaságában, mint például egy levágott kéz. A különféle adaptációk alapműfaja a sitcom, tehát az Addams Family egyfajta gót horror rémrendes családnak is tekinthető. Ennek a franchise-nak a legújabb tagja a Wednesday, ami a család Zordon baltarcú lányára összpontosít a teljes család helyett. A 16 éves karaktert a 20 éves Jenna Ortega színésznő alakítja, akinek a kiválasztása olyan jól sikerült, hogy meglátva őt az Addams Family atmoszférájához méltó sötét ruháiban és sminkjében, az egész manoszféra azonnal beleprojektálta a Goat Girlfriend-del kapcsolatos minden vágyát. Ami valahol nem is csoda, hiszen a külső jegyek az Addams Family-ből fakadóan már eleve adottak, és Wednesday személyisége is megtestesít egyfajta rideg Zordon outsider típust, ami szintén rengeteg férfi számára vonzó, illetve könnyen hozzáilleszthető a Goat Girlfriend archetípusához is. A 20 éves színésznő pedig talán már a korából fakadóan is az eddigi legnőjesebb Wednesday-t viszi a vászonra, a korábban már megszokott kislányos prezentáció helyett. A mémek gyártása természetesen már elkezdődött, bár egy igazán karakteres mémfajta kialakulása Wednesday főszereplésével még várat magára, de szerintem ami késik nem múlik, és a sorozat előrehaladásával úgyis ki fog pattanni valami elsöprő erejű az internet bugyraiból. Jelenleg ami a legnagyobbat ment, a Wednesday ikonikus táncjelenete, amit rengetegen próbáltak már reprodukálni Lady Gaga Bloody Mary című számának felgyorsított verziójára TikTokon, még maga Lady Gaga is. Wednesday Addams még egy nagyon friss tényező a mémek világában, voltak éppen a születésének vagyunk szemtanúi. Mégis úgy gondoltam, hogy már most megér egy igazi klasszikus hidamféle mémelemzést, hiszen mégiscsak a Goat Girlfriend eddigi legerősebb mainstream reprezentációjával állunk szemben személyében. Köszönöm, hogy végignézted a videóm, ha tetszett, tolj rá egy kúró lájkot, ha pedig le vagy maradva ebben az egész girlfriend témakörben, akkor mindenképpen nézd meg a korábbi erről készült videóim. Hello!